Idén első alkalommal rendeztek versíró és versmondó versenyt a Gesztei Művelődési Ház és Könyvtárban április 16-án a Költészet napjához kapcsolódóan. A korábbi években vendégeket hívtak erre a napra, most azonban úgy gondolták, hogy a helyi lakosságot bevonják ennek az eseménynek a megünneplésébe. Számos rendezvényt vezettek be az évek alatt hagyományteremtő jelleggel. Céljuk most is az volt, hogy egy olyan hagyományt teremtsenek, amely a gyerekek és felnőttek körében egyaránt kiemelkedő eseménynek mondható, és méltó a magyar költészethez. Az elhangzottak nagy része gyerekvers volt, azonban voltak olyanok a felsős osztályokban, akik már inkább szépirodalmi művek közül válogattak. Anyának ezt mondom én is, kételkedik bennem mégis. Pedig a szavam betartom, nem ugrálok utcasarkon. Kikerülök minden sarat, ruhalónam le nem szakad. Reggel este fogant mosok, iskolában jól tanulok. A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, valamint a Gesztei Gyermekállam napközi otthonos óvoda pedagógusai és gyermekei elsőként jelentkeztek a megmérettetésre. Az iskolából 70, az óvodából 4 gyermek készült a megmérettetésre, míg felnőtt kategóriában 8-an jelentkeztek. A gyerekek az oktatók segítségével válogatták össze az elhangzott költeményeket, és készültek fel az előadásra. Az óvodások versíró kategóriában indultak, amelyért könyvet és plüss figurákat kaptak. A megmérettetés résztvevőjét neves zsűri értékelte. Bokrosné Stramszki Piroska, a II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár, megyei hálózati igazgatóhelyettese, Jenei László író, szerkesztő, Hajdú Péter alpolgármester, Csacsovszki Ottóné gazdasági igazgatóhelyettes, Simon István polgármester, valamint Gonosz Jánosné képviselő. A gyerekek tárgynyereményben részesültek, a helyezést elért diákok oklevelet, a résztvevők emléklapot kaptak. A gyermekversíró kategóriában nem értékelt külön a zsűri, a nagykor különbség miatt, ezért mindenki külön díjat kapott.